Így bőg egy párzásra érett gímszarvas. Ezzel a jellegzetes hanggal adja az erdő tudtára, hogy párt keres. Vadászati szempontból is ez a szeptember elejétől nagyjából október közepéig tartó időszak számít a legaktívabbnak. A megtermett bikák a tehénkeresés során szabadabban mozognak. Előmerészkednek olyan helyeken is, ahol ezt máskor nem merik megtenni. Ilyenkor a bika bőg valójában, ezzel adja tudtára országvilágnak, hogy ő egy három úr, neki tejnei vannak, akiket ő ugye terelget, a vetélytársaknak ez egy kellőképpen goromba szitkozódás, hogy ide nem menjenek jönni, mert ő megvédi ezt a háremet, tehát igazából egy nagyon szép és tényleg egy különleges helyzete ez a természetnek, amit mindenkinek érdemes megnézni, megtapasztalni, annak is, aki nem vadász, hiszen olyan őserők, olyan elemi ösztönöket láthat a természetbe, ami gyakorlatilag azt gondolom már máshol nem látható. A párzási időszaknak ugyanakkor veszélyei is vannak, érdemes ezért az autósoknak is óvatosabban közlekedni. Elsősorban azok a szarvasok tévednek az utakra, amelyeknek nem jut nőstény. Ilyenkor új területeket keresnek, így akár több 10 kilométert is megtesznek azért, hogy elérjék céljukat. A baleseteket legfőképpen úgy kerülhetjük el, ha nem esünk pánikba, és nem ijesztjük meg a vadat. Ugye egy ilyen szarvasnak a zsiger első ujja is bőven 2 mázsa fölött lehet, ugye élősúlyban akkor lehet 3 mázsa is, tehát egy ilyen nagy testű vaddal ütközni, ez biztos, hogy totálkát jelent az autóval. Alapvetően azt tudni kell, hogy a szarvas nem egy agresszív állat, tehát attól nem kell félni, hogy ott áll az úton, autóval megállok és nekünk ront, meg kell várni, hogy lemenjen az útról. Lehetőség szerint, ha nem ijesztjük meg, tehát nem kezdünk mindenféle dudálásba, meg olyan dologba, amit ő meg tud rémülni, akkor kiszámítható a mozgása nyilván, nem akar ő találkozni az emberrel, nem akar ő az autóval összeütközni, hagyni kell, menjen a dolgára. Nagyobb szarvas vonulásra egyébként itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem kell számítani. Ez elsősorban az ország északi hegyvidékén és a Dunántúlon jellemző. Ha valaki mégis vadat gázol és az állat nem tudja elhagyni a helyszínt, kötelező azonnal rendőrt hívni, amely a területileg illetékes vadásztársasággal vizsgálja meg az ügy körülményeit.